Az egri főegyházmegye elhunyt főpapjaiért mutatott be szentmisét Ternyák Csaba egriesek a bazilikában november 2-án halottak napján. A főpásztor a szentmise elején minden szentek ünnepére utalt vissza. Elmondta, ezúttal azokra gondolunk, akik előttünk jártak, ugyanúgy éltek, mint mi, de aztán a másvilágra jutottak. Felajánljuk ezt a szentmisét az elhunyt főpásztorokért. Az evangéliumhoz kapcsolódva az érsek homiliájában arról szólt, ma az elhunyt szeretteinkre és minden elhunytra emlékezünk. Értük, imádkozunk, és kérjük, hogy részesüljenek az Úr végtelen szeretetéből. Az ember az egyetlen élőlény a Földön, aki tudja, hogy halál vár rá, mondta Ternyák Csaba. Ez a halált övező és az azutáni létet övező bizonytalansággal tölti el az embert, de Jézus szavai bevilágítják az ismeretlen utat, ő az, aki helyet készít a hívőknek bent a mennyek országában. Nekünk is mondja, ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek Istenben és bennem is higgyetek, ismételte Jézus szavait Ternyák érsek, leszögezve, mi tudjuk, hogy ő az út, az igazság és az élet. Ez a hit adott reményt az előttünk járó hívőknek is. Amikor mi keresztények kilátogatunk a temetőbe, ápoljuk őseink, elődeink emlékét, a halottakért imádkozunk, akkor tanúságot teszünk arról, hogy hisszük és reméljük, hogy az evangélium szavai szerint átmentek a halálból az életre, és az Istennél vannak. És ez az, ami bennünket a mai napon is vigasztalással és reménnyel tölt el. Reménnyel tölt el bennünket, hogy örök jövőnk van az Istennél. Ma egyházmegyénk elhunyt főpásztoraiért imádkozunk, hálával gondolunk rájuk és szolgálatukra. Mindenekelőtt megköszönjük nekik, hogy megőrizték és áthagyományozták nekünk a hitet. Azt a hitet, amelyet ők is elődeiktől kaptak. Legyen ezért áldott a nevük és az emlékük. Egyben tanulni is akarunk példájukból, és komolyan akarjuk venni azt a feladatunkat, ami nem csak az övüké volt, hanem a miénk is, hogy hitünket áthagyományozzuk, hogy hitünkről tanúságot tegyünk, hogy mások is reményből élhessenek. Ternyák Csaba szólt Szapik Gyula érsekről, aki 1943-ban került Egerbe, 1956. áprilisában hunyt el. Az ő itteni korszakát a kommunista diktatúrával való küzdelem határozta meg. A letartóztatások után ráhárult a magyar katolikus egyház ügye. Az egyház ellenségei úgy vélték, alkalmas ember találtak a személyében, hogy megosszák az egyházat. Ő ugyan kész volt tárgyalni, de ezt az egyház helyzetének javítása érdekében tette. Ternyák Csaba Szapik érsek egykori körlevelének részletét idézte, amely az ő Rómához és a római pápához való hűségét igazolta. A főpásztor szentbeszéde végén úgy fogalmazott, imádkozunk a holtakért, egyúttal reméljük, hogy a halottak is imádkoznak értünk. A földi és égi liturgiában összetalálkozunk az angyalokkal és a megdicsőült lelkekkel, zárta a főpásztor.